Sziasztok! Az egyik kommentelő kérte, hogy mutassam meg Merlinnek, kutyámnak, milyen cuccai vannak. Úgyhogy itt ez a videó, viszont rendkívül sok cucca van Merlinnek. Szerintem bele se gondolnátok, hogy milyen sok. Úgyhogy nem tudok majd mindent megmutatni, de a többséget megfogom nektek. Ha kíváncsiak vagytok erre a kis videóra, akkor gyertek és tartsatok velünk! Ide hoztam most nektek az előszobából azokat a ruhákat, illetve pórázakat, hálmokat, amiket minden nap használunk, vagyis hát nyilván évszaktól függően. Úgyhogy kezdjük most ezekkel. Van neki egy világító nyakörve, amit akkor szoktam használni, hogyha sötétben sétálunk. Félre rakom. Van neki ez a Julius K9-es hámja. Mi már nagyon régóta ezt használjuk, és nekünk ez nagyon bevált, nagyon strapabíró, tényleg évek óta megvan, és ugyan nem a legolcsóbb hámtípus, viszont egyszer kell megvenni, és utána évekig ki fog szolgálni titeket. Oké? Nyilván szerintem el sem kell mondanom, hogy semmi nem reklám a videóban, csak szimplán megmutatom, hogy nekünk milyen cuccaink vannak, és elmondom azt, ami bevált, illetve azt is, ami esetleg nem. Na szóval, van nekünk egy sima, egyszerű póráz. Ebben semmi különlegesség nincsen. Kiskora óta megvan, ez egy rövid póráz, ezt szoktam a séták során használni, és mindig van rajta egy kakizacsi. Van neki egy hosszabb flexi póráza is, itt van. Az pedig ilyen. Ez, ha jól tudom, 5 méteres. Ezt például erdőbe szoktam használni, vagy olyan helyen, ahol nem szeretném elengedni, ahol sokan vannak, viszont szeretném, hogy hosszabb helyen tudjon sétálgatni. Aztán vannak a ruhái, van neki egy esőkabát. Ez egy vékony esőkabát. TikTokon többen kérdeztétek, hogy honnét van. Nem tudom sajnos megmondani, mivel hát mi a kutyakozmetikába vesszük ezeket a dolgokat, de meg tudom mondani. Itt van rajta a Cobordox. De jó, hogy nem vágtam le. Szóval a Cobordox. Onnét lehet venni ilyen cuki esőkabátokat. Nagyon jó és vízlepergető. Mindig, hogyha esik az eső, ezt szoktam használni. Van neki pulcsia. Ez ilyen. Sima pulcsi. Ez is ugyanúgy a kutyakozmetikából van, és valószínű akkor ez is Cobordoxos. Szerintem ott minden. Aztán van neki egy ilyen vastag téli pulcsia, kabátja. Ez ilyen. És ez ilyen, nézzétek meg, jó vastag, ebből van még egy is, azt hiszem kék színben, majd mindjárt úgy is jön. Van neki egy pulcsia, ami ki van fordítva. Na szóval, ez így néz ki. Egy kis szürke, én azokat a nagyon extrán színes ruhákat nem annyira szeretem. Van neki egy törülközője, hogyha fürdik, ez egy régi törülköző volt, amit mi már nem használunk. Itt van egy kék ruha, ezt a kéket viszont nagyon szeretem, mert annyira megy a szeme színéhez, hogy nagyon-nagyon aranyosan néz ki benne. Van, hát ez csak egy ilyen kis ronydarab, hogyha le kell törölni a lábát. Na és itt van ez a másik kis kabát, ez olyan, mint a sárga, csak kékbe, ez is ilyen puha vastag. És itt van még egy ilyen Pepco-ból vett, mi ez, nedves törlő, 390 forint volt, és hogyha sáros idő van, vagy csak le kell törölni, mert valahogy koszos lett a lába, akkor kiváló megoldás. Úgyhogy ilyen ruhái lennének, most pedig hozom a többi cuccot. Költözzünk át ide a másik oldalra, mivel van itt egy szekrény, kinyitható szekrény, itt tárolom a kutyámnak a jutalomfalatait és játékaiból néhányat. Ne tévesszem meg titeket, hogy ide tud jönni a hörcsökhöz. Napközben a hörcsögök alszanak, amikor aktívak, akkor nem szoktam ide engedni, hogy ne zavarja, illetve ne stresszelje a hörcsögöket. Szóval, jutalomfalatok. A jutalomfalatok előtt inkább még megmutatnám, hogy ezt a fajta kutyasambont használjuk, úgyhogy ez még, ami ilyen érdekesebb. Koláncs elleni tabletta. És akkor itt vannak a jutalomfalatok. Amiből nyilván most adnom kell a kutyának is, mert hát most kiszedtem, és ilyenkor kérni fog. Ilyet szoktam általában venni neki. Ez a Lidl-ből van, és nagyon szereti. Ezt ide be is rakom. Ebben szoktam egyébként tárolni. Ebben is egy ilyen
kleveres jutalomfalat van. Nos. Vannak ilyen pici, apró, csontos jutalomfalatok a kikből, ezekkel szoktam tanítani. Van ilyen rágócsont, ezt nagyon-nagyon szereti, ebből már mindjárt kap egyet. Ez igazából így néz ki, Ausztriában szoktam venni. Gyere, Merlin, vihetsz egyet, jó? Adok neki, és utána legalább békén hagy, tessék. Oké. És van kettő fogtisztítós, ilyen pedigrés akármi. Ezekért egyébként nincs oda, viszont gondoltam jó, hogyha van ilyen is. Aztán itt van közben egy játék. Ez egy ilyen kis csengő, megcsengeti és jutalomfalatot kap. Ezt el kellett raknom, mert folyamatosan csengetett. Nos, ezek lennének a jutalomfalatjai. Itt vannak bent még ilyen ápoló felszerelések. Oda viszem a kamerát, mert ezt nem akarom kiszedni mindet. Na szóval, most már így jobban meg tudom mutatni, mik vannak. Van egy ilyen logikai játék. Ezt nagyon szeretem, hogyha hullik a szőre, és hogyha magamról is le kell szedni. Látjátok, most is tele van kutyaszőre. Itt vannak az ápoló felszerelések. Itt volt, amit mondtam, kullancs elleni. Itt van tartalék kutyakakizacsi, vizes tartó, hogyha elmegyünk. Extra tányérok, hűtő, ez egy ilyen hideg zselés cucc, és erre rá tud feküdni, hogyha nagyon nagy meleg van. Na, mit van? Mit kaptál? Mindjárt el is rágja. Itt van még Merlinnek az ágya, illetve egy tehénke, ami így ketté van szedve, és az Angry Birds a kedvenc játéka, ami nélkül nem tud aludni. Na és most jön a legdurvább része a dolognak, a játékai. Elképesztően sok játéka van, és ha már készítem a videót, akkor ki is kellene selejteznem őket. Legalábbis úgy, hogy berakom egy részét zsákokba, amit nem használ túl sűrűn, és valahova elrakom, mert ez a mennyiség, ez már egy kicsit túlzás. Nos, erről beszéltem. Egyébként van még kb. Hát egy ilyen ládával biztos, amit már elraktam, mert az meg már aztán tényleg rengeteg volt. Nos, ameddig el van foglalva és rágja a csontot, gyors nézzük át, hogy mik azok a játékok, amit imád, ami marad, és amit berakok valami dobozba, és leviszem a garázsba. Szóval, idehoztam az egyik kis dobozkát. Itt van ez, ezzel már nagyon régóta nem játszott, szóval... nem tudom, ezt egyelőre félre. Ezt imádja, ezt én vartam neki még. Fejetlen csirke imádja. Csipogó, villogó labda. Látjátok, hogy ez ilyen villog, ezt nagyon-nagyon szereti. Úgyhogy ez marad. Angry Birds-ik. Abból igazából olyan sok nem is kéne. Hát ez biztos marad. Ezt még nem tudom. Úgyhogy ezt meg eldöntjük. Ezzel nem szokott játszani, úgyhogy ez nem. Nem kell. Ezzel néha szokott játszani, meg ez olyan aranyos, hogy ez marad. Télapon marad, másik tehén marad. Ezzel nem szokott játszani, úgyhogy ez megy. Ezzel se szokott játszani, meg ezzel se, úgyhogy ezeket mind elrakjuk. Ezt egyébként imádja, viszont nagyon-nagyon rossz állapotban van. Ezzel nem szokott játszani. Hát igazából ez első, de ez nem foglal sok helyet. Macival nem szokott játszani. Csirkének a feje ez marad, mert ezt nagyon szereti. Pici kis labdákat imádja, úgyhogy ez is marad. Az a cél, hogy csak egy ilyen doboz legyen játékkal teli. Meglátjuk, mennyire fog sikerülni. Labdák. Labdák maradhatnak végül is. Na jó, akkor úgy döntöttem, hogy ezeket el fogom rakni, mert ezekkel végül is annyira nem játszik. Oké? Akkor most már így le van selejtezve egy része. Természetesen nem kidobni fogom, hanem csak berakom valami kevésbé feltűnő helyre, hogy ne legyen ennyi gönc elől.
már mindjárt jobb a helyzet. Ezeket most ide félre rakom. Ti kutyátoknak is ilyen rengeteg sok cucca van, írjátok meg kommentbe. Nehogy csak nálunk legyen ennyi minden, mert ez durva. Idehozom a másik dobozt. Idehoztam a másikat, nézzük is át. Ezzel nem szokott játszani, úgyhogy ez most megy ide. Ez egy ilyen szimatszőnyeg, amit imád egyszerűen. Egész nap ezzel játszana, mert kajás. Ezzel nem játszik. Ezt imádja, ezt is imádja. Úgyhogy dobom is egyből be a másik dobozba. Apá, félre ment. Hát ezzel nem szokott játszani. Ezt imádja. Labdák, ezek maradnak. Ez is ilyen, látjátok, világító, nagyon szereti. Úgyhogy mehetnek be a dobozba. Hát, ezekkel is játszott egy ideig, de most már kevésbé, de maradhatnak végül is. Akkor labda az mindig maradhat. Ez is marad, mert szereti. Ezzel nem szokott játszani. Ezzel se. Labda marad. Minek ennyi? Fekete Angry Birdci. Hát csak a barnát cipeli állandóan, úgyhogy ez nem kell. Béka? Mi ez? Itt a béka, meg ezek ilyen pepkós játékok, régen imádta. Most már nagyon rég nem játszott velük, de szerintem előhagyom, hát ha. Ezeket az örgős dolgokat szereti. Szintén ugyanabból a játékkupacból maradhat. Ezekkel nem játszik. Hát ez változó, van, amikor játszik, van, amikor nem, úgyhogy marad. Ezzel nem szokott játszani. Sörgős akármi, hát ez szerintem inkább kuka már. Ezt kidobjuk. Ezzel nem szokott játszani. Ezekkel sem, úgyhogy ezek mind mennek. Ezek a labdák meg maradhatnak. Jó, egész jó. Ezeket most berakom zsákokba, és nem tudom, berakom valahova. Nos, ezek lettek volna Merlin cuccai. Biztos van egy csomó minden, amit elfelejtettem megmutatni, de most így hirtelen ezek jutottak eszembe. Ha tetszett a videó, gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!